Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Augusztus 17-től jelentkezhetnek a munkaadók az első fizetésem nevű államilag támogatott programra Szerbiában. Az első fizetésem programot középiskolát vagy egyetemet végzett fiataloknak szánják, akiknek még nincs munkatapasztalatuk, és ez lesz az első munkahelyük. A program keretében 10 000 újonnan alkalmazott fiatal fizetését részben az állam fogja fedezni. Ennek megvalósítására 2020-ra és 2021-re összesen 2 milliárd dinárt fordít Szerbia. Ezzel nem csak a fiatalokat, de a munkaadókat is motiválják. Az állami támogatás a Szerbiai Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat birtokába kerül, amely a program lebonyolítója. A munkaadók számára a pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal hirdeti meg, és szeptember 25-éig lesz nyitva. Az influenza elleni védőoltás beadását október 1-én kellene kezdeni, hogy elkerüljük a koronavírussal való ütközést, ami Olaszországban történt idén márciusban, jelentette ki Branislav Tiodorovics epidemiológus, a válságtörzs tagja. A Pálma Plus TV-nek elmondta, előkészülnek a lakosság legérzékenyebb csoportjainak a beoltására. A krónikus betegek, az idősek, a csökkent immunitással rendelkezők, a várandós nők, a kismamák, valamint az immunitás csökkenését okozó betegségekben szenvedő gyerekek esetében fontos az influenza elleni vakcina felvétele. A szerbiai iskolákban kötelezően 3 rétegű maszkot kell viselni, nem 1 rétegű vászonmaszkot, jelentette ki Predrag Kón epidemiológus. Hozzátette, az iskolakezdés előtt a járvány nem fog nullára csökkenni. A Pink TV-nek nyilatkozva emlékeztetett, az iskolákban valószínűleg kombinált oktatást alkalmaznak, 5-től 8. osztályig pedig felváltva zajlik majd a távoktatás. Kón leszögezte, valamennyire stabilizálódott a járványügyi helyzet Szerbiában, de a vírus aktivitása nagyon lassan hagy alább. Nem csak a koronavírus veszélyezteti egészségünket, sokan lelkileg nehezen viselik a helyzetet, és vannak egyéb betegségek is. Ebben a nyári melegben különösen vigyázni kell magukra a krónikus betegeknek. Igen, tehát valóban az egészségügyi dolgozók azok, akik most ott harcolnak az első frontvonalban, és hát ugye, ha másként nem, akkor legalább így szóban tudjuk kifejezni a köszönetünket. Hát igen, sajnos az egészségügyi dolgozók azok, akik ott vannak az első élvonalban, és az egészségügyi dolgozók azok sokszor, akik a legtöbb támadásnak vannak kitéve, és alaptalan támadásoknak, vádaknak, de mégis az emberek többsége értékeli a munkánkat, és hát tényleg az emberek hálásak azért a segítségért, amit nap mint nap nyújtatnak nekik az egészségügyi dolgozók. Gyakran azzal vádolják a média képviselőit és az egészségügyi dolgozókat is, ugye, hogy hónapok óta másról sem beszélünk, csak erről a koronavírusról, és hogy a háttérbe szorulnak az egyéb betegségben szenvedő páciensek. Tehát akkor végezetül térjünk csak röviden ki még arra is, hogy ebben a nyári kánikulában mire kell vigyázni, ugye, a koronavírus fertőzésen kívül, tehát hogy azt ne kapjuk el. Természetesen a többi betegségek a koronavírus fertőzés mellett még jelen vannak, úgy gondolok a szívbetegekre, a magas vérnyomásban szenvedők, különösen ebben a meleg időben nem kellene, hogy kint tartózkodjanak, különösen a déli órákban, folyadékot rendszeresen, tehát a folyamatos folyadék bevitel nagyon fontos ezekben a meleg nyári napok, ezeken a meleg nyári napokon, különösen a legmelegebb órákban. Kerülni kell azt, hogy az utcán tartózkodjunk, különösen az idős emberekre kell vigyázni, és hát természetesen a pszichiátriai betegekre is kitérnék, mert hát ugye azért tudni kell azt, hogy a labilisabb idegállapotú, érzékenyebb embereket azért megviseli ez az egész szituáció, helyzet,
és hát egyesek közülük azért elég érzékenyen reagálnak erre az egész, hát nem megszokott, nem mindennapi szituációra. És amit én észrevettem, mint pszichiáter, hogy azért megnövekedett a pszichikai problémákkal küzdködőknek a száma, ugyanúgy az én rendelőmben is, mint máshol is. És én azt gondolom, és attól félek, hogy mindig több, mint több és több lesz az az ember, akit pszichikailag megvisel ez az egész helyzet. Országos szinten úgy tudom, hogy létezik egy ilyen lelki segély szolgálat, illetve ismét működik, ugye működött a rendkívüli állapot idején, utána megszüntették, most ismét működik, úgy látták, hogy szükség van erre, de ez csak szerb nyelven elérhető, esetleg van itt az egészségházban olyan szám, amit hívni lehet, hogyha valaki lelki segélyre szorul, és akár magyar nyelven is igényelni azt. Természetesen van, nekünk is van pszichológusunk az egészségházban, és ő hozzá bármikor lehet fordulni segítségért, ugyanúgy bármelyik orvosunk elérhető. A Szerbia útjai közvállalat úgy határozott, hogy az idén nem emeli meg az útdíjat, még akkor sem, ha emiatt veszteséges lesz. Zorán Drobnyák, a cég megbízott igazgatója elmondta, hogy bár a veszteség a becslések szerint mintegy 40-45 millió euró lesz a lecsökkent úthasználat miatt, mégsem növelik az útdíjat. A bevétel kiesés júliusig 3,5 milliárd dinár volt. Augusztus elejétől mostanáig 5,5 millióval kevesebb jármű haladt át Szerbia autóútjain, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A mezőgazdaságban is befolyásolja a piaci trendeket a járványhelyzet. Bábi Lajos, a Topolyai Gazdakör elnöke szerint a mezőgazdaságban is egyre érezhetőbbek a gondok. Elmaradtak azok az ígéretek, amit hát emlegettek a tévében, rádióban, hogy majd így a kivitel, úgy a kivitel. Na most, hogy ez mi hatott ki rá, vagy mi nem hatott, ezt sajnos nem tudjuk, de nagy jószágokat hónapokig is eltelnek, mire tudják értékesíteni, és bizony nagyon alacsony áron 1,8 euró körül után emlegetik, hogyha a nagyon szép és nagyon jó bikákat el lehet adni, ugye a gyöngébbeket, meg az üszőket még alacsonyabban áron, de viszont mivel nincs kiszállítás, nem nagy a fölvásárlás, tehát elég komoly gondok vannak, akik ugye többet ízlaltak, akik ugye farmok, ahon 50-esével vagy 100 is van, vagy mit tudom én, így több darabot bizony gondok vannak az értékesítésre. A disznóár szintén lecsökkent. Most épp tegnap hallom, hogy ott mondták a termelők, hogy tán 140 dinárra leesett a hízóára. A is ott van most már tényleg a minimum, mert az a 145 dinár az még tán takarja a költségeket, meg a befektetéseket, hogy ne legyen a termelő vesztesége, de már bizony azon alul kétes, hogy fér bele az ember a kalkulációba. Állandó. A malacokára is csökkentek, úgyhogy mert nem nagyon keresik őket, mivel senki sem akar belemenni olyan dologba, hogy vesztessége termelén, és akkor aztán dolgozik ugye vele hízlal 4 hónapot legalább 4 és felett, és akkor aztán meg vagy tudja értékesíteni, vagy alacsony áron tudja értékesíteni, és akkor bizony nem találja meg a számítását a termelő. Elég komoly gondok vannak, lassan kezdődnek a mezőgazdaságba is, mert idáig hát mindenki panaszkodott, hogy a gyárak nem működnek, nem bírtak dolgozni, stb. Ugye, amik voltak, de viszont most már úgy látszik eléri a mezőgazdaságot is, hogy kisebbek a fogyasztások, nem mennek a kivitelek, több mint valószínű is, vagy behoztak hízókat most ezt. Az illetékesek tudják, hogy mint áll, ahol nem tudunk 100%-ba hozzájutni,
de több mint valószínű, hogy van behozatal is, és akkor mindjárt ugye tudjuk, hogy csökken a zár. Mert a kintiek sokkal olcsóbban tudják értékesíteni a ízókat, meg több mint valószínű, hogy a nagy jószágot is, amikor ott a támogatása megmarad a termelőnek, az már jövedelem. Itt meg ugye tudjuk, hogy a támogatások alacsonyak, tehát elenyésznek, naftának az ára is visszament körülbelül majdnem oda, ahol volt is, úgyhogy nem jó napok várnak a mezőgazdaságra nézve, meg az állattenyésztésre is, tehát a növénytermesztésre is, meg az állattenyésztésre is. Egyelőre bár ilyen nem jó kilátásokat látunk belőle. Megszentelték az új búzából sült kenyeret a Topolyai Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban. A kenyérszentelőt idén is a gazdakör szervezte. Az új kenyeret a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ táncosai népviseletben vitték be a templomba. Főtisztelendő Fazekas Ferenc tiszamenti főesperes, topolyai plébános elmondta, hogy a járványügyi helyzet és előírások miatt idén kicsit szerényebb keretek között kellett megtartani a kenyérszentelőt. Nem szeghették fel a kenyeret, de a misét követően mindenki magával vihetett egy előre becsomagolt, megszentelt cipót. Idén jótékonysági akciót is kötöttek a kenyérszentelőhöz, ugyanis a templom előtt adományt gyűjtöttek a bajmoki kisfiú Pál Gajódi Olivér gyógykezelésére. Több mint 30 ezer dinár gyűlt össze. A topolyai helyi közösség az új otthon épületében egy helyiséget biztosít tartósan a Kisbácska multiplex szklerózisban szenvedőket tömörítő egyesület számára. Mirit Námesztoszki Kornélia, a helyi közösség tanácselnöke elmondta, hogy a helyiség használatba adására vonatkozó szerződést még tavaly aláírták az igen aktív egyesület képviselőjével. A járványhelyzettel kapcsolatos óvintézkedések és szigorítások további fenntartása miatt az Árkusz Környezetvédő Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy idén nem tartják meg a hagyományos természettudományos, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótábort. Terveik szerint a jubileumi ökokamp jövőre 2021. júliusában kerül majd megrendezésre a topolyai tópartján az egykori Kis Lajos kastély mellett. Szeptember 5-én tartják meg a 8. vajdasági vágtát. Az eddigi évektől eltérően idén Szabadkán a lóversenypályán szervezik meg, közönség nélkül a járványügyi helyzetre való tekintettel. A szervezők gondoskodnak arról, hogy a lóversenyek szerelmesei ne maradjanak le róla, a Pannon Televízió élőben közvetíti majd. Az előfutamon legjobban teljesítők juthatnak be a budapesti döntőbe, melyet október 2. hétvégéjén szerveznek meg a Hősök terén. A TSC labdarúgó csapata a szerbiai szuperligában a 4. fordulóban a Palánkai Bácska vendégeként lépett pályára. Az első félidő a TSC 1-gólos vezetésével ért véget, Lukic büntetőből volt eredményes. A második játék részben a palánkaiak kiegyenlítettek, majd büntetőhöz is jutottak, amit azonban Filipovics kapus remek érzékkel hárított. Végül döntetlen lett az eredmény. A nézők egy küzdelmes, színvonalas mérkőzést láthattak a televíziós közvetítésben. A TSC ellenfele a következő fordulóban, a Zentai stadionban a Metálac együttese lesz. Yeah!
Kedden egy hidegfront hatására gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé valószínű zápor vagy zivatar, a szél több helyen élénk marad. Délután 24 és 31 fok közötti értékekre készülhetünk, szerdán már csak helyenként alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar, napközben 28 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.